kizárásos alapom, az első helyezett a Paksi Deák Ferenc által. A Deák Ferenc általános iskola az Együtt a Parlag Fő ellen alapítvány zöld alma vetélkedőjét nyerte meg, és vette át a serleget, oklevelet és az ajándékutalványt az alapítvány munkatársaitól a Környezetvédelmi Világnapon június 5-én tartott díjkioszton. A megmérettetés második helyezettje a Balog Antal Katolikus Óvoda, általános iskola és gimnázium, harmadik a Bezerédi, negyedik pedig a második Rákóczi Ferenc általános iskola lett. A zöld alma program 4 állomásból állt. Az első állomás szeptemberben volt, akkor virágokat osztottunk ki az intézményeknek, ekkor 100 több begónia került kiosztásra, majd utána követte novemberben a kupakgyűjtést. Összesen 92 zsáknyi 1247 kg-nyi kupak gyűlt össze. A rendezvény sorozat részeként decemberben Mikulásváró kézműves foglalkozást tartottak. Tavasszal húsvétváró foglalkozással vártuk a kisdiákokat, illetve szintén tavasszal áprilisban került a begóniák kiosztása az intézményeknek, majd a legvégét egy környezetvédelmi versennyel zártuk. A díjátadáson Szebenyi Péter környezetvédelmi influencer, a Klímapolitikai Intézet munkatársa tartott előadást a diákoknak. Látjátok ezt? Ilyenek az óceáni szemétszigetek. De van egy rossz hírem, hogy ma már nem kell elmenni az óceánokig, elég ha csak elmenjünk Magyarország keleti határához, ahol a tiszai hulladékszennyezés több évtizedre teszi tönkre az ökoszisztémát. A gyerekeket az influencer arra ösztönözte, hogy legyenek aktívak a környezetvédelemben. Nagyon fontos már a legkisebbeket már oktatni erre, mert majd felnőttként ők tudják akár megmenteni a saját, illetve későbbiekben a gyermekek jövőjét is attól, hogy egy egészségtelen, rossz környezetben éljünk. Tehát maga a környezetvédelem ma már arról szól, hogy egy tiszta és egy egészséges világban élhessünk. Az előadás során a diákok megismerkedhettek azokkal a környezetvédelmi problémákkal, amelyek ellen már ők is küzdhetnek.